Hello, köszöntök újra mindenkit egy újabb videóval, egy újabb szombati résszel, és ebben az epizódban igazából nincsen egy konkrét projekt, amiben bele szeretnék kezdeni, hanem hogy leginkább mindenfélével haladni, foglalkozni küldetésekkel, az előző részben megszerzett lootokból tovább craftolni, tovább elősíteni a felszereléseinket. Igaz, feloldódott a 3-as main questline, és azonban előtte még mielőtt belekezdenénk, azt javasolja nekünk, hogy haladjunk az Orszaloids and Smelteryvel, és szerintem befejezhetnénk a maradék küldetés sort itt a 2-esben is. Az első az egy Hopping Bonsai, ami egy tök régi crafting, legalábbis ha emlékeztek még a sorozat legesleg elején. Ezt javasoltátok nekem, hogy csináljam meg. Ez egy olyan töltséres bonsai tál, ami automatikusan learatja a bonsai fáknak a terméseit, csak hát látjátok, ebben a modpackben igencsak megnehezítették ennek a kraftolását, viszont mostanra már meg tudjuk csinálni. Ez egyébként elkészítve egy küldetés, és akkor nézzük meg, cseréljük ki ennek mondjuk a talaját, oké, és akkor egy almafát ömesztettünk eddig benne, és egy sima grass volt ennek a talaja. Na tessék, elméletek, most, hogyha ez megnő, és még alig-alig látszik, de akkor elvileg, hogyha teljesen elkészült, akkor a fákat és az almákat már be fogjuk tudni belőle gyűjteni. De aranyos kis miniatűrfa. Ez itt egyébként a silver páncél, amit az előző részben hoztunk, és készítettem mellé még dekorációnak egy manasztil páncélt is. Kéne készíteni megint egy armor standes termet, ahol összefoglaljuk az eddigi összes elkészített ruhánkat, és akkor szintén csak dekorációnak, meg amúgy nem is rossz felhasználás, tehát praktikus dolog is egyébként ilyet készíteni. Hát ha kell váltogatni, ugyanis vannak még öltözetek, amik igaz nem harcban, de máshol igen csak jól jöhetnek, mint például az áramtaszítós ruha, vagy a mana kraftolós ruha. De vegyük is át, akkor a küldetésért a jutalmat kapunk még egy hopping bonsájt, sőt ebben már egy új talajt is kaphatunk, ami igaz elég csúnyának tűnik, Wasteland Earth, viszont ezt a Nuclear Craft adja be, lehet, hogy valamelyik másik bolygóról szerezhető meg egyébként ez a talaj, és sokkal-sokkal gyorsabban nőnek rajta a növények. Valamiért szeretik, nem tudom, de úgy látszik, ezt szeretik. Akkor volt még két extra utility-es feladat is, az első az egy windmill, ami így készül, a másik az pedig egy watermill, mind a kettő grid power-t termel, egyelőre egyébként nincsen szükség ilyen mennyiségű grid power-ra, szóval én nem is tudom hova tegyem, lehet, hogy csak egyre betesszük ebbe a ládába így. Tök jó, mert ezeket a cuccokat ugye össze se kell kötni semmivel, így is meg fog érkezni ezekbe a grid power, és lehet akkor őket használni. Kell készítenünk egy jó öreg chunk loading wardot is, amiben talán a gold elasszó a legértékesebb, de igazából nem egy nagy kunst. Igazából ezeket a grid power-ökért, amiket az előző gépek megtermelnek, nekünk be tud tölteni csánkokat, tessék itt is van, mutatja, hogy mennyit használ. Marha király, hogyha mondjuk messze lévő automata farmokat szeretnénk építeni. Aztán ne feledkezzünk meg természetesen a tojásról sem, hát az Ice Dragon Egg, amit itt az idő ki kell tenni, úgyhogy kedves hörcsök erről, bocs, hogy befoglalom az itatódat, remélhetőleg egy ideig nem leszel szomjas, ugyanis ebbe fogjuk kikelteni most a sárkányt is. Tessék, leteszem ide a tojást, és elméletileg ez be fogja fogyasztani maga körül a vizet. És ebben a jég kockában fognak kikelni a jégsárkányok, nagyon királyul megcsinálták egyébként, tessék, itt is van. Na most már csak figyelni kell rá. Remélhetőleg, amikor megszületik, akkor minket lát meg először, és mondjuk nem a hörcsögöt, mert akkor azt fogja az anyjának gondolni, akit először meglát. Hát ezek már csak így működnek. Aztán jól is nézünk ki, hogyha a sárkánynak pont egy törcsök már, szóval Hörcsök Heró lenne az anyja. Közben egyébként rájöttem, hogy hatalmas idióta voltam, ugyanis két rolling masinunk is volt. Hát én korábban egy 20 résszel ezelőtt én már craftoltam rolling masinokat, és tökre kiment a fejemből. Mindegy, megtaláltam a másikat, és lettem mind a kettőt, és akkor itt vannak a dolgok, amiket kell vele készíteni. Az egyik a Glowstone ingot, a másik az pedig ez a basic plating, de rögtön töltöm is hozzá a következő összetevőket, és akkor készítünk még advanced platingeket is, hiszen az lesz a következő lépés. A sárkányunk közben kikelte már. Mi a jelzés olyan arra, hogy ki fog kelnie a sárkányán, vagy sem? Ez egyébként egy kicsit biztonságosan művelet, mint mondjuk a tűzsárkányt kikelteni, mert az egy tűzből fog kikelni, aztán az ugye egyrészt fel is sújthat dolgot, másrészt pedig nem tudom, a sárkány ez nem tud elégni benne, mert ez elég fura lenne, hogy a tűzsárkányok el tudnának égni, de akkor sem szívesen hajnám meg az újszülött kis sárkányomat bent égni egy tűzben. Jaj, hát ez ki is kelt, sárkány! Lett egy kis sárkányunk, emberek! Kéne neki gyorsan valami nevet adni, várj, meg tudlak fogni? Fel tudom venni a hátamra, de jó! Wow, lett egy házi sárkányunk! Minek nevezzem el? Legyen Andi a neve? Az végül is ugye elég találónak hangzik. Vagy lehet, hogy leteszem ide. Ez egy hím sárkány. Á, tehát, jaj, nem menj ki, már az rögtön szabad szeretne lenni. Szóval ezek a cuccok lesznek nekünk hozzá. A Dragon Command Staff-val tudom gondolom neki irányítani, hogy maradjon, vagy pedig mozoghasson. Látjátok, most ilyen felvetténk kis ülőpozíciót. De most megadom neki, igazából mehet. A fluttal ugye ezt is le tudjuk kínni, hogyha esetleg elrepülne. És van egy dragon hornunk, amivel így be lehet gyűjteni. És akkor onnantól kezdve lehet úgy vinni, hogy betesszük az inventoryba, nem kell feltétlenül vállunkon hordozni. De úgy látszik, amikor még kicsi, akkor ez is egy... Jaj, de rohadt jól nézett ki. Akkor ez is egy opció, hogy az ember csak így felveszi a vállára. Ez nem volt ott régen. Wow, nagyon király, nézd meg itt, tessék, itt van az új társad. Aztán látjátok, itt fel is lehet szerelni mindenféle páncéllal, sőt, egy zászlót is adható neki. Wow, ez is egy újdonság. Ott van az, hogy hány éves, vagy hogy milyen stage-ben van, és lehet ugye etetni is. Vannak gondolom neki ilyen dragon csemegék, különböző húsokból és csontokból lehet. összecraftolni. Szóval készítő még neked ilyet, gyere be velem, ugyanis nem csak téged kéne elnevezni akkor, hanem van még itt egy társunk, aki elnevezésre vár, az pedig a 11. Support Creeper, aki az előző epizódokban lett meg, és azt ígértem, hogy a 10-es Support Creeper hősi némtegyével fogjuk elnevezni, úgyhogy itt is van, teleszérentől kezdve az új Support Creeperünk, de folyamatosan elmegy! Mitől vagy ilyen eleven? Eleven értitek. Szóval gyere velem, és akkor lehozzuk ide, leültetjük ide, hát teljes a csapat, nézzétek meg, sárkány, póka, support creeper, minden. Na most milyen kaját tudnánk neked akkor elsőnek készíteni? Hihetetlen ez a creeper, mindenki csak szökni akar tőlem, mégis mi baj van, mit csinálok rosszul emberek? Kicsit aprítanunk kéne szerintem a disznóink közül. Szóval, ja, ezt itt megnyomom, hogy legyen itt egy kivégző rendszer. Apropó, építettem ide egyébként tényleg egy új enchantoló helyszínt, hogy ne csak úgy a levegőbe legyen ledobva. Hát igazából most iszóban nincs olyan sokszor, ez a kettő maradjon már meg itt szaporodni. Viszont akkor itt lesz az új enchantos helyszínünk, és mint kiderült, igazából elég bőven csak ennyi ilyen magical woodot tenni, és akkor is kiadja a max 30-as szintű enchantot, úgyhogy nézzük is, megkaptunk most éppen egy rund 2-t rá. Szóval ja, ez itt tök jól néz ki. Abszolút beleillik így a területünkre, viszont akkor mit akartam a disznókat megnézni, hogy eljutottak-e oda a kivégzőrendszerre, illetve a teheneket is akkor lecsekkolni gyorsan, hát ebből nem sok jött össze. Lett egy Insane Prisoner némtagünk, tehát talán itt a bétekben, hát legalább csontok, akkor meg pár hús maradt itt, hát ebben sem túl sok. Hát igazából ez a tehénfarm ez nem úgy működik, nem olyan hatékonyan, mint ahogy szeretném. Egy-kettőt még kipurcantunk, aztán annyival is több hús. Bár ezeknek a sariknak rengeteget kell lenni, tehát túl sokat esznek. Disznók közül, hát ha kemény egy hús mertem ki belőle, pedig fejest ugrottam benne. Set! Support Keeper, te menjél vissza! Te tényleg nagyon elven vagy, visszafelé ide a házba. Vissza, ne legyen veled nagyon gond, elültetlek ide, hát ha egyszer csak megnősz. Szóval nézzük, mennyi kaja fér ki ezekből a csontokból és húsokból. Ebből kemény 3, hozzá lehet esetleg keverni mondjuk másfajta húst. Szerencsére, ja, elfogadja ezt is, szóval nem feltétlenül kell megegyezni a húsoknak, lehet így nyugodtan kevergetni őket. Összesen 5 darab sárkánykaja, hát ez nagyon kevés. 5 darab sárkánykaja, de most már odaadhatjuk neki, és hopp! Már növekszik is rendesen a körbi fején, még mindig fel tudom venni a sárkányt a vállamra hamarosan, viszont majd ő fog engem cipelni a hátán, szóval azért ne szokjál hozzá a jó világhoz. Most már stage 1-es, meddig csak 0-es stage-ű volt. Hova, ne legyen olyan nagy a szád. Tessék, leülünk szépen ide a kemencébe. Vagy nem tudom, milyen nevet adjon neki, egy férfi nevet kéne, hiszen mél. Mi az, hogy Hunger 100? Ugye ezeket nem kell folyamatosan etetni, hogy ne pusztuljanak meg. Régen nem volt ilyen! Ne legyél éhes, mint a hörcsög, mert akkor csak bajok lesznek. Megnőtt! Hát beletettem ide ebbe, és tessék, megnőtt! Support Creeper, hát te gyönyörű lettél, hogy megnyúlt a nyakát, hogy pafazzalak szíjjel. Na szóval egyébként, hogyha sárkányokat el lehet látni zászlókkal, és akkor most pont késztek egyet, vagy hát pontosabban bannert. Emlékeztek, az előző részben a sárkány barlangban pont találtunk egy Wiser albumot. Na most abban lehet egy nagyon ritka és nagyon különleges banner mintát készíteni, így az album borított logót rátehetjük. Azonban nem hittem el, de egy másik módban ebből még craftolni is lehet. Egészen pontosan a Tinker's Constructban lehet készíteni Wiser fegyvereket, és Wiser csákányokat, és Wiser crossbow-t, ráadásul nem is olyan rosszakat, gyakorlatilag sokkal jobb cleaver lehet készíteni egy album borítóból, mint a jelenlegi acél cleaverem. Hát ez mi a fene? Még alapból az anyag, amiből készítjük, tulajdonosokkal szokta ellátni az eszközöket, most igazából csak zeneszámok címeit láthatjuk alatta. Lehet, hogy pont ez a 3 szám tetszett meg úgy igazán a mod készítőjének, nem tudom. Amúgy tényleg jó számok, érdemes meghallgatni, sokkal jobbak, mint a YouTube felkapottakba lévő zenék szoktak lenni. Mondjuk annál nem nehezebb. Csak az a baj ezzel, hogy legalább 14 darab CD borítót is össze kell hogy egy cleavert megkaphassunk, ami olyan lehetetlennek soknak tűnik, hogy inkább kraftoljuk kell banner mintának. Nem véletlenül ennyire erősek ezek az eszközök, mert baromi ritkának is számítanak, viszont egyébként fogok még ennél jobb cleavert készíteni ennek a rész folyamán, szóval igazából nem is annyira fontos, hogy meglegyen Wiserből. Wiser cleaver, hihetetlen, ez egy banda neve, és itt van belőle a fegyver, hát miért van az összefüggés, na mindegy. Ez lesz akkor itt a mintánk, és akkor hozzá is adjuk a sárkányunknak, aki tök jó elaludt, mert hogy este van. Milyen részletesen megcsinálták. Nem úgy, mint ezt a szerencsétlen support creepert, hogy nézel ki? Ő legalább tud aludni. Na kapsz egy bannert. Oh. Oké. Okay. Ez nem néz ki olyan jó. Ezt levesszük itt. Jó, ez majd a stage 5-ös sárkányon. Lehet, hogy jól fog mutatni, de szerencsétlen stage 1-eset nem fogom átszúrni egy ekkora hatalmas Wiser bannerrel. Úgyhogy egyelőre csak ide teszem, jó? Viszont akkor ha már fejlesztés, fejleszthetjük megint csak a drilleket, méghozzá egy Fortune Augmenttel. Ez az előző részben kifejezetten jól jött volna. Most csupa olyan craftingot fogok megcsinálni, ami egyébként az előző részben kellett volna, szóval Taps, taps. Ez itt még egy olyan fejlesztés, amit simán meg tudunk csinálni, még 3 speed augment, úgyhogy fel is teszem rá. És akkor nézzük meg most, hogy ezzel a 3x3-es speed augmenttel mennyire tudunk gyorsabban bányászni. Elérkezett az igazság pillanata, és ugyanolyan lassú. Well, ez továbbra is egy kicsit foscsi. Már elnézést a kifejezésért, de annyira fogom ezt mondani, ahányszor egyáltalán nem gyorsít rajta ez a speed augment. Ezt nem tudom, hol jön ki jól. Na viszont ezzel a tállal sürgősen kezdjünk valamit, mert jelen formájában úgy néz ki, mint valami macska alom. És mondjuk nincs macskánk, ami belepiszkítson, de lehet, hogy a support creepernek kedve támad így. Szóval lehetne fejleszteni egyébként a többi eszközünket is. Például tudjátok, voltak azok a tüzes pókok, amikből flame stringet lehetett készíteni, ez egyébként a legjobb ilyen nafta képességgel ellátott bowstring, szóval ezt hozzá kavarhatjuk, vagy keverhetjük a crossbowunkhoz. Nem ad hozzá túl sokat, de van mégis így egy kis modifier, és látjátok, a durability-t egy olyan 100-zal megnöveli, és egészen jól meg is tudnám mutatni, hogy ez a retkes nagy kecske nem túrnám végig a fejemet. Viszont ugye ezt is tudjuk tovább fejleszteni esetleg még plastikkal, tehát van egy ilyen plastik rúd, és emlékeztek, ennek az volt a képessége, hogy rengeteg sok tartóságot ad még pluszba hozzá, és egyébként rengeteg sok gyorsaságot is. De lehet még sőt a Steel Cleaverünket is fejleszteni, hogyha már itt tartunk és elkészítettünk a Refined Glowstone-okat, akkor a Refined Glowstone és a Refined Obsidiannak a keveréke lesz az Osgloglas, amiből szerintem már korábban szerettünk volna készíteni, csak nem tudtuk, mert hát nem nagyon volt minden összetevő meg hozzá. Mindenesetre ez így rohadt OP lesz, és akkor a másik, amit még el akartunk készíteni, ami kobaltból és arditeból készül, az a Manyullyn. Ebből is kijöntek egy csomót, ez is mind küldetés lesz. Mindjárt mutatom, itt is van a következő Manyullyn, után egyébként rögtön jön egy lézer fegyver készítés. Szóval tényleg kezdünk haladni most már az űrkorszak felé, még hogyha csigalépésben is, vagy hogy mondják ezt, szóval nem túl nagy gyorsasággal, de haladunk, mert a lézerfegyver az már határozottan egy high-tech dolognak hangzik. Aztán készítettem még Obsidiorite-ot is, ez a meteorit és az obszidiánnak a keveréke, szintén nem túl értékes. Olyasmi, mint ezek a Manyullynnal lett egy dollárjel. Húha, ez aztán na ez viszont értékesnek tűnik, de amúgy attól nem értékes, hogy belegondoltok, hogy csak ardite és kobalt kell hozzá, hogyha az ember ki tudja szenni. Ez igazából akkor értékes, hogyha az embernek még nincsen kobalt szintű pikexe, mert akkor nem lehet ezt a kettőt megszerezni, viszont ha már megvan, akkor összesen 2 összetevőt össze kell venni, hát nem egy nagy cucc, szóval tényleg nem vészes. Elkészültek akkor az Obsidiorite blokkok is, és elkezdhetjük kiönteni akkor ezeket a zöld, gyönyörűséges Osglogleszeket, vagy troll taknyot, így is lehet hívni, plusz egyébként tényleg kijönthetnék akkor egy ilyen cleaver formát is, és akkor rögtön fejlesztjük is belőle. A következő folyaték a Seismum lesz, ami szintén csak volt már korábban, ez a tribirium, az izó és az obszidiánból készül, itt is van, csodálatos, és akkor ez is elkészült, azonban szerintem késztek még egy crossbone enchantot is. Tök rég nem esett már itt az eső. Jaj, nem Seismumból, mindegy, kiöntjük itt a maradékot, úgyse fog kelleni. Ez a kecske kezd egyébként egy kicsit idegesítő lenni. Sőt, eléggé idegesítő lenni. Na mindegy, nézzük akkor itt ez hogyan készül. Na az attack speedje az a 7-ről felugrik egészen a 10-ig. Vagy idegesítő ez a kecske, menj innen! Hagy fogjalak, nincs itt a 3, menj innen! Tűnés, nem bírlak! Igen, megcsaptalak. És fogok még egyet csapni arra a méteres seggedre, hogyha olyan visszajössz. Eddig örülök, még nem a kardokat vagy az íjakat tesztelgetem rajta. Szóval aminek még örülök az, hogy a felhúzás ideje lecsökkent 3,7-ről, vagy 8-ról 2,5-re. De nézzük akkor a kardot. Ez 17 sebzésre felugrik 19 sebzésre, és ismételten csak megnő a durability-e egy csomóval. És rákerül ráadásul egy ilyen szeszi képesség, ami kritel a playerekre és a bosszokra, hogyha ráütünk. Szóval mind a két szempontból tök jó. Amúgy ezt szerintem lehet még fejleszteni Osgloglesszel, mert ez most Osglogless Steel Cleaver. Tehát, hogy még egy wow, el is merültem a végtelen high rétegében a kecskének. Mint hogyha rátapostak volna erre a sárkányra, nem amikor alszik. Szóval igen, lehetne ezt még fejleszteni szerintem, szóval kijöntek még egyet. Seismumért átvesszük a jutalmat, plusz a Jackson, ja, a Jacksonot is le kell adni neki, hát azt hittem ezután már Osgloglesz jön. Átvedjük ezért is a jutalmat, az, hogy ezek mind voltak már, Karmazsányt is szereztünk, nagyon-nagyon korán, ráadásul Telraxból is készítettünk, Oszramból is szereztünk már korábban, sőt, még Tritonite-unk is volt, ezt kell letépni az Astral Sorceryhez, szóval van itt minden, és mit akar? Most akarja még csak az, hogy átmenjek az endbe? What? New Location? Hát most voltam, nemrég egy 25 résszel ezelőtt, 26. Szóval igen, Abyssiumot kell majd a túloldalra hozni. Mindegy, akkor ide még ellátogatunk egyszer, visszaugrunk, de nem most. Aztán nézzük, miket lehet még craftolni. Az előző részben például szereztünk egy csomó sárkánypáncélt, szóval elkészíthetnénk a következő rohadarabot belőle, ami pedig a gatya lesz. Na nézzük, tessék, mit szólt hozzá, nézd? Anyádból készítettem egy gatyát. Tehát most konkrétan az alsó gatyám az anya sárkány pikkeiből van. Nézd meg, milyen jól mutat. Ha, hogy tetszik? Sárkány anya alsó! Hoppá, beragadó billentyűk. Na jó, nem szarizom tovább. Szerencsétlen. Én egyébként is én vagyok az anyád. Amúgy rájöttem, hogy nem is annyira jó egyébként ez a sárkány pikkely armor, ugyanis az Obsidian Legend ez egy picivel többet véd, a sárkány pikkely armor az leginkább a sárkányok elleni harcban jöhet jól, ugyanis azok ellen véd bónussebzés, viszont határozottan jobban néz ki, mint ez a melegítő gatya, úgyhogy fel is veszem. Ja, így azért sokkal jobb lesz. Sőt, volt nekem ugye ez a melvértem, és azt is igazából itt kéne tárolni addig is. És ezzel lefedem a jetpackemet, viszont gondolom mégis fogok tudni majd repülni. Ó, yes, tudok repülni. Haha, nem látszik a jetpack, de tök jól nézek, hát jobban nézek ki, mint hogyha ez a két cső a hátamon lenne. Na közben szerintem kiégett ez a, vagy hát kiöntődött ez az Osgloglas Cleaver Blade, és akkor ezt is hozzákeverjük, remélhetőleg ez megint ad egy-két plusz sebzést. Egyébként ilyen szinten már, amilyen szinten tartunk ezeknél a cleaveröknél, az egy-két sebzés is rengeteget jelent, ugyanis már nagyon nehéz ezeket növelni. Oda várja, ide túlrot kellett, azt nézem. Vagy ez a creeper fej. Ah, ez is abból is kell kiönteni, de miért vész mindig az arcomba? Na, el is készítettem nekik a másik Osgloglas összetevőt, az pedig ez a creeper fej lesz, szóval így tudjuk még jobban megnövelni ezt a sebzést, és 19 atakról akkor 22-re is növekedett, és hogyha emlékeztek a részén csak 16 vagy valamennyi volt, szóval rendkívül megdobja egyébként a fejlesztések számát, sőt mást is lehetne benne esetleg cserélni. Például ugye túlrodot megcsinálhatjuk kobaltból, és igaz ez nem módosít rajta semmit a sebzésben, viszont a kobaltnak van egy olyan tulajdonsága, amikkel egyébként tökre nem foglalkoztam eddig, de nagyon fontos lenne, hogy lightweight, ez plusz 10% gyorsaságot ad a fegyvereknek, és az egy ilyen lassú cleavernél, mint ez, vagy egy crossbow-nál nagyon-nagyon-nagyon hasznos, szóval ezt rá is teszem, és mivel van még egy túlról lehetőség, amit be lehetne tenni neki, így arra jutottam, hogy hát átnéztem kb. Az összes modifier-t, ez nagyon érdekesnek tűnik. Obsidiorite-ból lehet készíteni túlrodot, és van egy olyan fejlesztés rajta, hogy Alien. Ezt, hogyha megnézzük a Tinker's könyvbe, akkor azt írja rá, hogy hát, mint hogyha töltődne valami. Lehet, hogy az idő elárulja, hogy pontosan mi lehet ez? Nekem ez úgy tűnik, mintha Aliennek jönnének le hozzánk, de aztán most utána néztem, nem erről lesz szó szerencsére, hanem összesen annyi, hogy plusz tulajdonságokat fog nekünk adni, plusz tartóságot, gyorsaságot és sebzést, egészen pontosan 800 pontot fog elosztani ezek közül, 50 perc alatt töltődik fel maximumra, és teljesen random, hogy ez a 800 pont most éppen hogyan osztódik el. Nyilván a durability-nél más szorzó van, esetleg mint a mining speednél, tehát hogyha a 800 elosztandó pont közül egy kerül gyorsaságra, akkor ezért 0,007 fogja megnövelni a mining speedünket. Az nem tűnik olyan soknak nyilván, viszont alapból van 1,11-en a mining speed, és hogyha esetleg úgy adódik, hogy minden 800 arra érkezik, akkor akár plusz 5,6 mining speedet is adhat, ami a jelenleginek az 5-szöröse. Ez egy ilyen fegyvernél, mint a Cleaver, nagyon jó lenne, szinte áldás mondhatni, szóval remélhetőleg minél több pont fog oda menni. De az attack meg a durability sem rossz, szóval ez biztos, hogy ezt ráteszem. Itt is van, és akkor rajta maradt a bonus speed is, amiket ugye a kobalttal nyertünk, plusz ugye akkor ezek a képességek, ezek a pluszpontok majd el fognak osztulni egy ilyen 50 perc alatt. Nagyon érdekes tulajdonságok vannak, ezt ugyanúgy megcsinálom egyébként a crossbow-nál is, hát ez is kap majd jó tulajdonságokat. Nézzük, mennyivel egy gyorsabb a kardunk, már most akár érezhető, de azért mindig nem olyan gyors, mint hogyha egy alapkardot, mint hogyha mondjuk ezt készítettük volna. Meg is nézem, ez milyen gyors volt egyébként. Amúgy nem sokkal lassabban húzódik fel, mint egy alapkard, szóval abszolút mértékben elégedett vagyok, és azt mondom, ez csak gyorsulni fog, viszont sokkal-sokkal többet sebez, mint egy alapkard. Most nézzétek, mekkora hatalmas, wow! Már mindenféle színbe pompázik amúgy. Szóval nagyon érdekes fejlesztések vannak, valamitől ragadós lesz az eszköz, valamitől odahúzza magához a blokkokat, amiket kiütünk, valamivel le lehet pakolni egy ládába, és mondjuk minden ezzel a karddal megölt ellenségnek a dropja az abban a ládába fog kerülni, és van esetleg olyan, ami plusz modifieröket ad be, attól függően, hogy milyen hosszú a kardunknak a neve. Szóval, hogyha valami hosszú nevet adunk neki, akkor plusz modifierökkel láthatjuk el. Ez nagyon viccesek vannak. Nézzétek, ez a macska, de szép. Szóval rendkívül érdekes fejlesztések vannak. Most jönnek utána, néztem, egy csomó mindenre így rájöttem. Egyébként lehelyeztem ezt is. Ez még egy ilyen encore, tehát fenn megépítettem az előző részben összegyűjtött horologium csillagképet. Így, hogyha észreveszitek, hogy esetleg kékesen csillognak ezek a gépek, meg ott fent is csillogtak, sőt, mi több, még ez a részen is csillogtak itt a gépek, akkor ez azt jelenti, hogy a horologium elkezdte tenni a dolgát, és meggyorsította ezen a helyen a tick speedet, magyarul ezek a gépek is állítólag most gyorsabban fognak működni. Ezt mindjárt le is tesztelem egy adag szénnel mondjuk, kiveszek egy 60-ét, és akkor bedobom ide, ez ledarálja. Nem tudom, hogy milyen volt azelőtt, nekem ez most elég gyorsnak tűnik, ugye, és ez egy viszonylag lassú gép. Remélhetőleg ez is hozzátesz ugye, hogy a horologiumot most ugye elvezettük egészen idáig. Aztán volt nekünk egy sárkányfejünk is. Hogyha már az anyából csináltunk gatyát, akkor a sárkánynak a fejét azt kitehetnénk ide dekorációnak. Szerintem egyébként itt például full jól néz neki. Wow. Nézzétek. Sőt, egy blokkal mondjuk esetleg előrébb hozom. Tehát kb. Így. Wow, mekkora hatalmas ez a koponya. Elképesztő, nézzük. Szerintem, hogy ide állok mellé, mint a játékos. Ja, alig-alig kérem fel a tetejét. Szóval ez a Stage 5-ös sárkánynak a feje, és ugye ez mostantól kezdve ilyen dekorációként is lehet, itt meg azt hiszem craft alapanyag is, de szerintem egy Stage 5-ös koponyát ide leszeretnék helyezni, mint a győzelmi trófea. Régebben volt egy olyan bug vele, hogy mivel entitás mindig elfordult, remélhetőleg ez most nem lesz ilyen. Mert amúgy, hogyha ez ilyen pozícióban meg tudna maradni, elképesztően jól néz ki, pláne, hogyha építenék alá valami kis talajzatot is. De nézzük azt a lézergánt, hát lesz egy lézerpiszőjünk is ebben az epizódban, csak előtte még akkor beteszem sülni ezeket a Slowstone ingotokat, ugyanis szeretnék belőlük készíteni Enchanted ingotokat is, és ezek szintén csak küldetések lesznek, ezek is egészen érdekes tulajdonságokkal. Például, ha ebből készítenénk túrodokat, vagy valami eszközöket, akkor hiszem plusz 3 modifierrel többet tehetnénk rájuk. Á, szóval szerintem úgy érdemes azt megcsinálni, hogy Refined Obsidianból van a lézer része, és a többi az pedig Manyullynból. Oh yes, itt is van, most szilárdult meg, és akkor vihetjük is Laser Gun. Na és hogy ezt vajon mivel kell feltölteni, vajon csak simán csak energiával, vagy hogy működik ez? Na nézzük, kedves papagájok, segítsetek! Itt is van, és... Oh, még kell egy sima túron neki. Hát ezt miért nem mondta, hogy készítsem el? Tudod, mit még egyszer kiöntöttem egy Alien túrodot, most már sokat szorra. Szóval ez lesz egy Alien Laser Gun, ráadásul még illik is az egymáshoz. Na de milyen más tulajdonságot kapott még egy Incitéből, ami azt tudja, hogy harcad egyre több és több és több sebzés fog dirálni, de egyre jobban használódik a tartósága és a fegyvernek, ezért gondolom az energiaszint. Van egy dance rajta, ami viszont azt mondja, hogy minél kisebb a tartósági szintünk, a durability, annál tovább tart a fegyverünk, szóval ez tök jó kombója vele. És végül egy cold blooded, ami több sebzés oszt le akkor, hogyha az ellenségünknek tele van az élete. Na nézzük, készítsük el. Esküszöm, te leszel az első, akit ki fogom próbálni. Rohadt kecske, annyiszor túrta már nekem a seggét. Ja, egy tele sárkány, neked viszont készítettem még kaját. Tessék, hegyél, wow! Milyen szép nagy lesz. És ez még ez is fel tudom venni szeként a vállamra. Oh, fiam, már egyre nehezebben bírlak, le is estél róla. Kicsit meghisztál az évékat, de még mindig Stage 1-ben van. Pedig nézzétek, most már kezdtek kinőni a fogai, meg az orra, mit tudom én. Tessék, itt van. Ú, igen, levett egy csomó energiát. 12 000 erre van benne, és jelenleg 7-et sebez. Oké, na de hogyan? Hogyan tudok vele lőni? Lehet valami entitás kell becélozni vele elsőnek? Jézusom! Doktor Hörcsök Herold! Úristen, ez csak entitásokra lős! Rögtön aktiválódott. Bocsánat! Bocsánat, mit tettem? Hát nem szerettem volna, hogy ez a nap eljöjjön. De az a baj, aminek eleje van, annak vége is. Sajnos mindnyájan tudtuk, hogy egyszer ez a pillanat is el fog érkezni. Doktor Hörcsök Herold. Miért? Miért, Lézárgán, miért tetted ezt velünk? Ennek nem kellett volna, hogy bekövetkezzen. Ezzel nem lehet lőni egészen addig, ameddig nem célzok rá egy entitásra. Akkor viszont itt azonnal lő. Mennyi energiát termelt, és sose becsültem meg neki. Mindig csak zabálni akart. Na viszont valamúgy egy sokkal barátságosabb módja is ennek az eszköznek. A Ctrl-M lenyomásával át lehet kapcsolni ilyen sütő módra. Tehát, hogy így kisütészekünk szépen a kábelszónokat, amire rácélzok. És ilyenkor viszont nem támadja az entitásokat, tehát így rálőhetek a fejre. Rálőhetek azokra a pillangókra is, azokra sem tudok lőni, viszont, hogyha átkapcsolom vissza a módját, akkor újra ismételten becélozhatok egy entitást, és látjátok, leszedi. Tök messze. Szóval ez amúgy így veszélyes, és egyben elég halálos fegyver tud lenni. Lehet, hogy még jobb is, mint az Osgloglas Crossbone. Tehát, hogy bár ezt most fejlesztettük, és látjátok, egészen gyorsan húzza fel magát. Az előző részben is így kellett volna egyébként neki menni annak a sárkánynak. De még mindig talán nem annyira gyors, mint hogyha mondjuk ezzel a lézergánnál lőnek, és ezzel még semmi fejlesztés nem volt. Szóval, ja, ez érdekes lesz. De nézzük, hol tartott egyébként ez a cleaver most, amit elkészítettem. Hihetetlen, kecske mindig a legjobb helyre áll be. Ez hogyan stackelődött? Olyan lassan stackelődik, mint egy Rod of Ages. Na nézzétek meg, most már kaptunk rá 0,9 mining speedet, amit egyelő egyébként az attack speeddel is, tehát majdnem plusz 1-jel, tehát kb. Azóta kétszeresére növekedett a gyorsasága. Tök jó, viszont ismételten óvatosnak kell lennem, különösen akkor, hogyha a kis háziállatok között mozgok. Ez itt a házisárkány szó szerint. Amúgy hamarosan annyira megnövesztem, hogy nem fog kiférni az ajtón, akkor meg nem is, itt marad bent a házba, jó lesz ez itt nekem. Mindenesetre meglátjuk, mit hoznak majd a későbbiek. Köszönöm szépen még egyszer, itt voltatok, és hamarosan találkozunk. Addig is még minden jót, és sziasztok!